Sziasztok! Sziasztok! Én Sági Márti vagyok, és Hannát alakítom az időfutárban. Örülsz a szerepnek? Igen, nekem mindig is az volt az egyik álmom, hogy szerepelhessek egy sorozatban, és főszerep az ugye még jobb, és Hanna egy nagyon szeretné való lány, szóval nagyon örülök. Miben hasonlítotok Hannával? Hannával igazából nagyon sok mindenben hasonlítunk. Az egyik az, hogy mindketten szeretünk csetelni a barátainkkal a tableteinken, és a másik meg, hogy nem is annyira foglalkozunk így a másokkal, akik rosszak mondanak ránk, hanem csak így a magunk útját járjuk. És még ami a legjobban hasonlóság szerintem, hogy mindketten szeretünk egyedül lenni a szobánkban. Ha rajtad múlna, mi történne Hannával a filmben? Hát Hanna szerintem, ha rajtam múlna, akkor egy ő lenne a suli sztárja, és befektetne Zsófi hoz nagyon sok pénzt, és így meggyógyíthatnánk Zsófit, és nem kéne kerekesszékben lenni. Ha képes lennél időutazásra, akkor hová mennél? Illetve mikorba mennél? Az ókorba mennék, és szívesen lennék egy görög istennő. Az jó. Mi az álmod? Az álmom az, hogy híres énekes, láncos és színész lehessek. Gondoltál már arra, hogy mással foglalkozz az életben? Illetve mással is foglalkozz? Régebben, amikor kicsi voltam, már össze nagyon szerettem volna a lovagással sok mindent elérni, meg még a modellkedés is egy kicsit vonzott, de most már úgy érzem, hogy én énekel, hogy a zenét területén fogok sok mindent elérni az életben, és remélem sikerülni fog. És mit szeretnél csinálni az időfutár után? Az időfutár után szeretnék egy kicsit pihenni, de közben ugye sokat gyakorolni, és hogyha úgy érzem, szeretnék elmenni Buenos Airesben egy castingra, és ami egy ilyen zenés, színészes, táncos film lenne. És nagyon örülnék, ha beválogatnának. Hát, köszönjük Márti, amiket elmondtál, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és remélem mindenkinek fog tetszeni a filmünk, hogyha érdekeltiteket, tartsatok velünk. Viszlát az időfutárban! És köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem tetszett, és remélem nagyon fog tetszeni nektek a sorozatunk. Sziasztok!